Az elmúlt hónapokban egyre több hírt lehetett arról olvasni, hogy visszatérnek a nagy ragadozók a magyar hegyekbe. Nos, mára már talán azt mondom, hogy késztényként is lehet kezelni, hogy Magyarország egyik legszebb tájegységét, a Börzsöny bizony birtokba vették újra az eurázsiai hiúzok. Azok ugye az egyik legritkább macskaféle. Hogy mindezt megtudjuk, itt van velünk Kálmán Gergely és dr. Patkó László. Hát sziasztok, köszönjük, hogy eljöttetek. Sziasztok. Ez egy nagyon érdekes folyamat, de kezdjük inkább onnan, hogy mi lehetett annak az oka, hogy kivesztek a hiúzok Magyarországról. Hát igen, elég sokáig gyakori állatnak számított a Kárpát-medencében is a hiúz, de az emberi szemlélet az olyan volt még 100 évvel ezelőtt, hogy a túlzott mezőgazdasági termelés, az erdőknek a tarvágása, illetve a túlzott legeltetés, illetve magának a hiúznak az üldöztetése az odáig fajult, hogy teljesen eltűnt a Kárpát-medencéből. Annak idején ugyanis kíméletlenül csapdázták, mérgezték a hiúzokat, és azért eltűnt teljesen hazánkból a többi nagy ragadozóval együtt. Na itt a nagy ragadozók esetében a Kárpát-medencében, most maradjunk kifejezetten Magyarországnál, itt a barna medvéről, a farkasról és a hiúzról van szó? Amik visszatérhetnek, vagy most már felbukkannak? Így van. Európa szinten még van kettő másik versenyző, az egyik a rozsomák, ami a skandináv félszigeten él, illetve az ibériai hiúz, ami egy inkább ilyen közepes testű macskaféle, az a spanyol és portugál területeken fordul elő, a világ egyik legveszélyeztetettebb macskaféléje egyébként, de Magyarországon az ordasok, a hiúz, meg a barna medve van, ők hárman. És ha csak őket említjük, akkor körülbelül hány egyedről lehet szó? Hát nincsenek megbízható hosszú távú monitoring módszerek sajnos ezeknek a fajoknak az állomány vizsgálatára. Itt inkább azt érdemes szerintem megjegyezni, hogy a hiúz egy olyan jószág, ami régóta már az elmúlt évtizedekben megjelent hazánk területén is, folyamatosan jelen is van, de szaporodó állományt nem képez. A barna medve az kóborol, néha átjön szlovák területről, visszamegy ideig, óráig, fél évig itt van nálunk, de nem képez szaporodó állományt, ritka vendégünk. A farkasok viszont szaporodnak még akkor is, ha nem is minden évben, és több területen is megfigyelhetőek, például nemrég ugye a Dunai-Poly Nemzeti Park igazgatóságának a területén is megjelentek. És a program keretében akkor ezt hogy kell elképzelnünk, hogyha ide téved egy barna medve vagy hiúz, akkor elkábítjátok, csippelt, nyomkövetőt raktok rá, mert hogy mondjuk a hiúzok esetében itt azért, ahogy említette, nem olyan óriási szám, ami felbukkant egyet számban, és követjük az útját, és aztán ebből le lehet vonni bizonyos következtetéseket, vagy milyen eszközök állnak még rendelkezésetekre? Hát most, hogy említetted a hiúzt, ugye kameracsapdás felvételeket készítünk, ez a leggyakoribb módja annak, hogy tudunk egy képet alkotni arról, hogy hol járt a hiúz és mit csinált, illetve a nyomait is követjük, ezt elsősorban télen lehet megtenni. A sárban, illetve a hóban nagyon jól követhető a hiúznak a nyoma. Tartós lesz az ő letelepedésük szerintetek? Vagy ugye, mit mondod, hogy például a barna medvék, ők jönnek-mennek. Ezt igen, mennyire lehet kiszámítani? Hát erre számítanunk kell, hogy a nagy ragadozók újra megtelepednek az országban, és nagyobb állományokkal is jelen lesznek, mert hogy egy ilyen lefolyó populációban van Magyarország, egy szlovák populációnak a perifériáján, és ott folyamatosan növekszik az állomány, ezért valószínűleg a többi nagy ragadozó meg fog jelenni hazánk területén is egyre nagyobb állomány viszonyba. Nyilván vannak olyan érdekcsoportok, akiknek az orra alá borsot törhetnek ezek az állatok. Kérdeztetek itt az előbb a programunkról. Nálunk a WWF Magyarországnál fut egy Euro Large Carnivores nevű live program, egy ilyen természetvédelmi program, és az például arról szól, hogy a különböző érdekcsoportokat így egy fedél alá próbáljuk beterelni, és a problémás kérdésekről beszélünk, arról, hogy mondjuk állattartóknak milyen gondot tudnak okozni a nagyragadozók. És az, hogy ezek az állatfajok most újra felbukkannak Magyarországon, illetve hogy itt az elmúlt 100 évben nem voltak jellemzőek. Globális szinten most az, hogy állatbarátok vagyunk, és tök jó érzés, hogy felbukkan itt egy hiúz, és vannak róla felvételek, meg ott van a lábnyoma, de ökológiai szinten ez mit jelentett, amikor még itt voltak szép számmal, és mit jelent most esetleg, vagy a közel jövőben, hogy újra felbukkannak? Igen, hát szoktam mondani, hogy a hiúznak a jelenléte, vagy egy nagy ragadozó jelenléte az az erdő, vagy a terület háborítatlanságának a jól látható jele. Tehát az a baj, hogyha nincsenek nagy ragadozók egy ilyen ökológiai rendszerben, akkor például a zsákmányállataik, a nagyvadak, szarvasok, őzek, muflonok, ezek túlzott mértékben elszaporodnak, és ez pedig a növényállományra nézve nagyon káros hatással van. Tehát ha van egy nagy ragadozó a területen, akkor kordában tudja tartani a növényevőket, és ez a természeti rendszer javára válik hosszú távon.
említetted a szarvast, és ugye januárban fotóztak egy albinó szarvast. Megfigyeltek itthon más albinó állatokat is? Albinó hiúz például? Hát mondjuk albinó hiúz, igen. Én albinó medvét, ami nem jeges. Én nem tudok ilyenről, esetleg kollega. Az a szarvas, amit fotóztak, az egy dám szarvas volt, annak van fehér színváltozata, meg van ilyen fekete színváltozata is, ez egy teljesen normális jelenség igazából, nem mondanám, hogy albinó volt, csak egy speciális színváltozat, de egyébként őszből is nemrég fotóztak fehér színűt, tehát az, hogy pigment hiányosak az állatok, az teljesen normális előfordul a természetben. Hát akkor így most nem a nagy ragadozókkal zártuk ezt az estét, de köszönjük szépen, hogy eljöttetek hozzá. Nagyon szépen köszönjük.